Na, a mai nap, a mai este beszéljünk Horthy Miklós őfőméltóságáról. Ő most egy aktuális figura, mert szobra van. Ez az érdekes, hogy a szobra nem köztéren van, hanem a templomhoz tartozó területen. Tehát igazából Horthy Miklós szobra az körülbelül olyan értékű, vagy olyan jellegű, mint a Steve Jobsé. Tudjátok, hogy a hazai, itthon van egy cég, amelyik a saját kertjében felállította a Steve Jobs szobrot, és van egy, és van a kis hegedűs, aki meg a saját kis kertjében felállította a Horthy szobrot. Na hát a kis hegedűsnek az nem a saját privát kertje. De gyakorlatilag igen. Hát hazatérés nem most, most áll majd a szőnyek szélére, mert most citálják őt egyházi vizsgálat elé, ezért a kis performanszájáért, úgyhogy. Igen. Az a kérdés, hogy a hitéletnek hol vannak a határai. És ő kormányzó úr, ő főméltósága az a határokon belül, vagy a határokon kívül van. Hát ugye Horthy református volt, gondolom ez lehetett az apropó. Vagy az is lehet, hogy ez egyébként ki lett mondva? Tehát, hogy református volt, és ezért a református egyház? Vagy ez egy ilyen sikkat? Szerintem, ha nem lett volna református, akkor is kb. Ez lett volna. Tehát, hogy így ez csak akkor ez lehet, hogy máshova tették. Nem azért szeretik ők Horthyt elsősorban, mert református volt. Igen, szerintem sem. Annak idején, amikor volt a Horthy újra temetése, Kenderesen, a régi Horthy családi birtokon, akkor azt tengerésztisztek, vagy ilyen tengerésztiszt veteránok rendezték, mondván, hogy Horthyt, mint tenger, nem érdekli őket a politika, semmi nem történt, nem érdekli a kormányzóság, a háború, semmi, Horthy kiváló, ezért tengernagy volt, és ezért, mint tengerésznek kiáró dísztemetés, dísz újratemetést kapott, és akkor mondtak is ilyen tengerésztemetési izéket, ilyen liturgikus szövegrészteteket, és akkor is nagy balhé volt, én emlékszem, akkor még jobber voltam, tehát akkor még az ellentáborban voltam, azóta áruló lettem, és átálltam, és egyik oldal se fizetett ráadásul. De a legendás sztori az megvan a tengerészről, amikor Magyarország megtámadja az Egyesült Államokat, megérkezik az üzenet a Fehérházba, Roosevelt megkérdezi a külpolitikai tanácsadójától, vagy mondjuk a külügyminiszterétől. Hol van Magyarország? Hogy ki üzent hadat, mert nem tudom így kiolvasni. Azt mondja, hogy Magyarország. Magyarország az micsoda? Kis királyság Európában. Királyság. Királyság, és ki a király? Nincs király. Nincsen király. Kormányzójuk van, egy tengerész. És melyik tenger? Hát nincs tenger. Nincs tenger. És miért támad meg minket? Területeket akar. Milyen területeket? Hát területeket Csehszlovákiától és területeket Romániától. Hát akkor miért nem azokat támadja meg? Nem teheti, azok a szövetségesei. Már Szlovákia, mert Csehszlovákia akkor már nem volt. Az a csodálatos, hogy ez körülbelül mutatja a Horthy-féle politikának a csődjét. Tehát, hogy ebbe a viccbe... Abszurditását, az abszurditását. Ez egy Monty Python jelenet, amit elmondtál, csak az a különbség, hogy ez megtörtént. És ez pontosan így történt, tehát, hogy ez a vicc benne. Hogyha belegondoltok, hogy hogyan kéne ezt a dolgot, ezt az egész Trianon problémát egyszer és mindenkorra megoldani. Nekem az a... Mert bocs, mert hogy Horthy elválaszthatatlan a Trianon traumát. A Horthy féle politika az egy revíziós politika volt. A Horthy féle politikának a lényege, a magva az az volt, hogy Magyarország legalább az etnikai határait nyerje el, ha érthető. Az etnikai határok azok váljanak politikai határokká. Tehát nem a nagy magyarországos matrica, tehát félre ne értsétek. Na, azért az ment. Persze, hogy ment. Mindent vissza, még egy ilyen dal is volt. Vissza, persze, egy nagy Magyarország, mennyország. Világos, de amikor az első és a második bécsi döntés, meg aztán később a délszláv rendezés. Akkor etnikai határokat néztek, de... Az etnikai határok megvalósultak, akkor mindenki akkorát recskázott és akkorát élvezett, hogy a Nagy Magyarország már így... Tehát akkor azt mondták, hogy köszi, ez így jó lesz. És így teljesen normális. Azzal az apró különbséggel... Az egyetlen probléma az első és a második bécsi döntéssel az volt, hogy Hitler
ellenjegyezte. Nem csak ez, tehát Kárpátaljának a Ruszin területeit is ide csatoltuk magunkhoz, ahol egyébként kurva érdekes, hogy a derék jó német fegyvertársaink pénzeltek egy olyan gerilla szervezetet, egy ruszint, ami a magyarok ellen harcolt, hogy nehogy ide bejöjjenek, mert őnekik más céljuk volt az a területtel. Kárpátaljának a nem magyar lakta vidékéről van szó. Azon kívül a Székelyföldet összekötötték, ugye Észak-Erdélynek egy tetemes ilyen román lakta részét is megkaptuk, tehát ez egy vastag koridor. Bogarásza három falu. Nem Bogarásza, három falu, a lófaszt három falu, az meg az ilyen bácskának is ott egy csak. De szegény rengeteg román, amelyik három évre Magyarországhoz került. Mióta lettél ez? Mióta lettél hortista? Ugye, maradjunk abban, hogy az első meg nem vagyok hortista. Kurva, semmi ez a jó... Náci vagy, már Parakovács megmondta, hogy náci vagy. Örül alacsony arabkodnak a nácizások. Maradjunk abban, hogy azok a határok, tehát a Székelyföld az ugye nem határos a Párciumnak a magyar lakta részével. Így van. Ugye. Ezért az valahogy bazd meg kell oldani. Akkor még nem volt ilyen, hogy egy autópályával összekötik, tehát akkor még nem volt ez, tehát így kénytelenek voltak egy ilyen korridort húzni, tehát így egy földnyelvet. És ott bizony románok laktak. Szörnyű. Egyébként... És mind a három éven keresztül azoknak újra a magyar királyságban kellett élniük, bazd meg. Az a kurva három éven keresztül, tényleg borzalmas. Tehát az a rendezés, az a második bécsi döntés, és az a hány román került Magyarország területére? Ha jól tudom, 1 millió. A három falu, tudod, nagy falu volt. Puzsér történelem tanár. A második bécsi döntés nyomán 1 millió román. 1 millió román került Magyarországhoz, így van. Mert az nem egy vékony földnyel volt, hanem az a Kárpátok és a Kolozsvár vonala közti egész terület, tehát egész Észak-Erdély. Jó, hát kaptak egy esélyt, hogy embert faragjunk belőlük. Az más! Na, ez már beszéd, ezt aláírom, ez oké. Okay. Na, kivágtad magad szorult helyzetedből, de térjünk vissza a filozofikus témákhoz. Én azt gondolom, hogy ezt az egész Trianon problémát, ezt úgy kéne megoldani, egyszer és mindenkorra Trianont Magyarországhoz kell csatolni. Ez már kétfarkú kutyapárt megmondta. Ez nehézség. Volt ilyen plakátjuk. Ez visszacsatoljuk Trianont. Ez probléma, mert Trianon elég messze van a magyar lakta színmagyar területektől, de azt gondolom, hogy egy autópályával ezt egyszerűen meg lehetne oldani. Hát az oké. Vagy egy vékony földnyelv. A korridor. Pár millió német. Na, meg francia. Na, és akkor mi van? Azokból lesznek a legrendesebb magyarok. Azért a belgának ennél sokkal jobb koncepciója volt. Ugye a revizionizmus az azért kis hitű nézet, mert csak a úgynevezett Kárpát-medencei Nagy Magyarországot akarja vissza, Szerbusz elvtárs, és ezzel szemben az igazi fajmagyarnak a hunbirodalmat kéne visszaállítani, de eredeti nagyságába, a Tajgától a Rajnáig, és akkor az is, hogy a Bayern München hungólokat rúgna, csomó olajkút, bazd meg, és akkor ilyen pólót kezdve, egy körbeérne egy Szibéria, érted, végig így a szíved fölött, bazd meg, egy izé, Levédiát, Etel közt a Kárpát-medencét és Trianont egyesíteni. Egy olyan nagy Magyarországot létrehozni, amiről Attila nagy király sem álmodott. De érted? Nekem a fő problémám az sajnos, hogy Trianon már a Rajnán túl van. Ezt hogy oldjuk meg? A Rajnáig jó? Ez egy régi nagyon jó eszköz, amivel mindig is jók voltunk. A diplomácia folytatása. Nem. Mi a nyílt háborúban voltunk mindig is jók. Az biztos. Huszáros rohammal a dolgkanyarnál. Igen. A dolgkanyarnál. Szerintem, figyelj, én azt gondolom, hogy a magyar honvédség az most van azon a szinten, hogy tényleg van esélyünk erre. Hagyunk még egy elfajzott generációt felnőni, akkor tényleg elszalasztjuk a történelmi esélyt. Egyébként van hadsereg Magyarországon? Hát nem tudom, de azt tudom, hogy a laktanyákat, azokat biztonsági cégek őrzik. Már nincs pénz arra se. Azt ez csodálatos. Képesek a katonák megvédeni a saját telephelyüket? Halleluja! Ez már a múlté. Ezt meghaladtuk. Magunk mögött hagytuk egy korszakot. Azt, amikor biztonsági cégek védték a laktanyát. Na jó, beszéljünk egy kicsit Hortiról. Tehát maradjunk abban, hogy Horthy
az föl van így gerjesztve ez a hisztéria a Horthy körül most. Azért, mert Magyarország az az anti-identitások országa. Tehát Magyarország az anti-identitásokban van, abban gyökerezik. Az, hogy Magyarország az az ország... Valaki ellen. Mi számunkra csak az anti-ideológia átélhető, az ideológia nem. Ezért van az, hogy Magyarország egy olyan ország, ahol gyakorlatilag nincsenek fasiszták és nincsenek kommunisták, viszont az ország tele van antifasisztákkal és antikommunistákkal. Ez azért milyen kurva érdekes, hogy így az én identitásom az, hogy megvádollak téged valamivel, ami rád egyébként nem igaz, de szegény ember fasisztájának így jó vagy. Tehát, hogy így vízzel felöntjük, és így fasisztának így elmegy az ecseri piacon. Tehát, hogy így, és akkor már lehet veled riogatni, és már lehet tőled félni, és akkor már lehetek antifasiszta. Tehát, hogy így igazából... Jó, a magyar hajnal... Nem félsz a magyar hajnal, már tizen vannak. De kb. Annyian vannak, mint ti a komcsik. Kurva. Pont egy futballcsapatra való, bazd meg. Ja. 10 ember? Beállsz a kapuba és jó lesz. Az az igazság, hogy az első fél időben védsz az egyik oldalon, a második fél idő a másikon. Mind a kettőz megvan a pedigréd. Pedig rég voltál fasiszta, de még mindig komcsival. Nem felejtettem el a... Nem gyógyultál ki teljesen. Na, a lényeg az az, hogy a Horthy politikája, az egy kényszerpályán zajlott. A Horthy politikája az egy revíziós politika volt. Az egész magyar politikának a működése alá volt rendelve annak, hogy a magyar lakta területeket visszaszerezzük. Hogy revízióra kényszerítsük, mi egy kis jelentéktelen ország voltunk, és revízióra akartuk kényszeríteni az európai nagyhatalmakat valahogy. És gyakorlatilag erről szólt a magyar politika. Ha megfigyelitek azt, hogy a Horthy kiket nevezett ki miniszterelnöknek, akkor azt fogjátok látni, hogy ő egy ilyen hinta politikát folytatott. Az egyik miniszterelnök az mindig angol barát volt, a másik miniszterelnök mindig német barát. Tehát, hogy így, és egyet ide, egyet oda, és egyet ide, egyet oda. Ez volt a játék, mert így igazából nem lehetett tudni, hogy ki fognak minket rehabilitálni Trianonért. Nem lehetett ezt tudni. És ez a politika, ez arról szólt, hogy van egy erős diplomáciai kapcsolatunk a britekkel, és van egy erős diplomáciai kapcsolatunk a germánokkal. És meglátjuk, hogy melyik fog nekünk bejönni. De minden esetre ezeket így párhuzamosan futtatjuk. Na most, ahogy ezt elmondtad, olybá tűnhet, hogy ez egy profi politika, mert egyébként ez lehetne egy kibaszott profi politika. Ez volt a koncepció. A koncepció nagyon profi lett volna, ha nem úgy valósult volna meg, ahogy megvalósult, illetve nem olyan hihetetlen középszerű tehetségtelen figurákkal, egy-két kivételtől eltekintve, mint Betlen is talán. Nem szeretem, de tehetséges volt. Teleki nagyon korlátolt ember volt egyébként. Nagyon korlátolt ember. Tehát nem vagyok meggyőződve róla, hogy ő akkora kurva nagy génius, de ugye a vakok közt félszemű a király alapon, hát mondjuk, mint tudom, Sztójai Döméhez képest egy lángész volt. De Sztójaihoz, Imrédihez, Gömböshöz, ezekhez képest ezek a figurák azért... Imrédi viszont tehetséges pénzügyi szakember volt. Kis zsidó. Nagyanyai Milyen ágon... Milyen kurva érdekes! Nagyanyai ágon... Csöpögött le a tehetség. Na jó, az ilyeneket befirtassuk, mert egyrészt veszik a műsort. Jó, nem vicces az, hogy Magyarország egy olyan ország, ahol zsidó hozta a zsidó törvényeket. Nem vicces, basszátok meg. De azért ez milyen? Ez is milyen? És azért kellett lemondania, mert hogy ugye a Betlen, meg a Teleki, ők angol barátok voltak. Tehát ők az angol diplomáciának az erői voltak. Ezzel szemben Imrédi, az nagyon keményen német barát volt. Hát volt mit kompenzálni, ugye, nagymutár. És ők azt mondták, hogy valahogy ezt a csávót meg kéne buktatni a picsába, levéltárazzunk már egy kicsit. Nézzünk már utána a nagymuternek. Ő volt az akkori szegedi csanád, aki a Jobbikban szintén a pénzügyes volt, tehát tiszta második Imrédi. Hogy a faszba, milyen kurva érdekes! Nevetséges. Hiszen, mint tudjuk, az alapja az egész sztorinak az az volt,
hogy őt meg akarták buktatni. És abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy itt van egy nagy muter, aki zsidó, így vissza kellett neki, hát így le kellett mondania Imrédinek. Úgy, hogy már előkészítette a második zsidó törvényt. Csak már nem tudta ő keresztül ütni, mert addigra kiderült, hogy rá is vonatkozik. Hogy? Hát mert zsidó. Miért kellett, és Szegedi családnak miért kellett? Szerinted van olyan alap, Várjál, a Jobbik nem egy náci párt, a Jobbik az egy fasiszta párt. Ne keverjünk össze itt kategóriákat, tehát nagyon könnyen lenácizunk egy pártot, amelyik pusztán fasiszta. A Magyar Hajnal, na ott már azért, hogy mondjam, mert tudod, ha Jobbikra előjük azt, hogy náci, akkor a Magyar Hajnalt hogy hívod? Akkor vagy bajban, bazd meg. A hajnali párt! Szálasi? Van vele. Hát a hungaristák még a Magyar Hajnaltól is jobbra vannak. A Vér és Becsületnél jobbra van valaki? Genghis Khan talán. Tehát jó, de... Volt egy pillanat a magyar félmúltnak, amikor Bayer Zsolt azt mondta, hogy aki tőlem jobbra van, az leesik. De most már azért kurvára nincs így. Akkor kurva büszkén mondtam. De most is erőlködik, de ez már nincs így. Zsoltika. Szóval az a lényeg, hogy hiába fasiszta párt a Jobbik alapszabályában sincs olyan, hogy a zsidót nem tűrjük, azt akarodjon. Aztán mégis, mégis... Mert ciki, tudod, nem jogszabályilag, olyan ciki, olyan zsenán, bazd meg, kiderült rólam, hogy van ott egy kis córesz a családfán, de menni kell, kész, ennyi. Tehát érted? Volt olyan törvény, mert akkor kiderültettem, hogy ne fasiszta, nem átni volt olyan törvény. Nem. Imrédinek nem kellett volna törvénybetűje alapján lemondania. Nem kellett volna. Schmidt Pálnak sem kellett a törvény alapján lemondania, és 4 napon keresztül ehhez így tartotta is magát. Aztán valahogy le kellett. De Imrédivel is így volt. Pontosan. 4 napon keresztül lehetett volna zsidó miniszterelnöke Magyarországnak, így ma is én voltam a miniszterelnök, és zsidó vagyok, és még van 4 óra, és még mindig az. 4 óra múlva holnap lesz, és még mindig zsidó miniszterelnöke van az országnak. Na mit szóltok, geci? De másnap 4-kor már úgy is le kell mondania, de... Schmidt Pál is valahogy így. Na, visszatérve a lényeg a Horthy politikának. A Horthy politika az egy ilyen hinta politika volt. És az volt a játék, hogy kinyeri a háborút, vagy ha lesz háború, ha nem lesz háború, Magyarország milyen érdekszférába kerül, kiktől remélhetjük a jóvátétel, stb. Se az angolok, se a németek nem jöttek be, az oroszok jöttek be, nem volt ez egyértelmű. Churchillnek volt egy olyan terve, hogy a Balkánon partra száll is, hogyha Sztálin nem... Tehát Sztálin, amikor meghallotta ezt a balkáni partraszállásnak a tervét, akkor fölállt az asztaltól és elindult kifelé. Tehát, hogy így az a jaltán volt éppen, hogy fölállt az asztaltól és azt mondta, hogy nem folytatom. Tehát így ilyen körülmények között nem folytatom, nem alkalmas. És úgy kellett utána szalasztani valakit, hogy jöjjön vissza Sztálin, hogy így tárgyaljunk tovább, hagyjuk ezt a balkán dolgot a picsába. Na, körülbelül akkor derült ki, hogy nekünk így. Ez az angol kapcsolat, ez nem jött be. Tehát a németek győzelmében vagyunk érdekeltek, ennek megfelelően a második magyar hadsereget oda is baszták a dolhoz, úgy, ahogy voltak, ott haltak meg. Ennek a német diplomáciai szándéknak a voltak, akik hazajöttek a Donkanyarból. Jalta később volt, így van. Teherán volt. Jalta. Poznan. Tehát Teheránban történt mindez. Iránban, látod? Már akkor is. Perzsiában. Ha már itt tartunk. Na, nem az Irán a szép név, mert az Árják ország lesz jelent egyébként a Irán. Úgyhogy ez a... Na, tehát az a lényeg, hogy volt egy fotó, ahol Hitler és Horthy ültek a autóban. És vigyorogtak. Vigyorogtak, igen. És van egy ilyen fotó, ugye, hát diplomáciai kapcsolat, tehát egy Magyarország és Németország között. Igen. Hát valószínűleg
Valószínűleg akkor csatlakoztunk a tengelyhatalmakhoz. Nem, az még jóval előtte volt, meghitták hirdetni. Hitler megkérte Horthyt, hogy közösen támadjuk meg Csehszlovákiát, és Horthy akkor utasította vissza Izraelbe. Robi, milyen szakos voltál te az egyetemen, hogy így kiigazítottam? Mikor készült? Az a történelem szak arról szól, hogy mikor készült az a nyitott a Mercedesben az a fotó a Horthyról, meg a Hitlerről, az mikor készült, bazdmeg, hogy 9-szer találkoztak, és az melyik alkalom volt éppen, amikor azt a kurva fotót csinálták? Erről szól a töriszak, ugye, bazd meg? Nem összefüggéseket meglátni. Nem, nem, nem. Az a buzi fotó, az mikor készült? De azért... Nem igaz, az nem akkor készült. Jó. De az, hogy mikor léptünk be a tengelyhatalmak oldalán a háborúba, nem akkor, amikor az nem a fotókészülésének a kérdéskörének. Hogy a faszban a fotókészülés? Akkor készült a fotó, amikor beléptünk, vagy előtte másfél évvel, vagy később másfél. Tényleg a lényegről beszélünk, bazd meg. Robi régen járt őszakra, ezek a tudomány új felmerődés. Igazad van, Vida, rögzítik, teljesen igazad van. Jó, sajnálom, hogy nem vagyok ilyen buzi, aki tigris tankokat ragaszgat össze ilyen modellekből, bazd meg, és azokkal újra vívja a második világháborút. Meg, meg ezen kívül, meg Erwin Rommelnek a könyvét olvassa, bazd meg, de így minden kurva betűt, bazd meg, hogy hogy történt, és hogy honnan kerítették be, meg így a Wehrmacht, meg a harcoló SS az, hogyan támadott meg, nem? És akkor erre gondol így elalvás előtt, és akkor így reggel a kis katonákkal lejátsza újra, én kérek bocsánatot, bazd meg. És azért, hogy nem tudtam, hogy mikor készült az a buzi fotó Hitlerről, hogy az nem akkor, amikor beléptünk, de ne, ők jól tudják, pontosan tudják, bazd meg, mert ez az életük. Ez a kibaszott életük. Meg a tigris tank, amire bazd meg, az oldalára a vaskeresztet azt így rá kell ragasztani, ilyen kis matricát. Na. Hintapolitika. Én kérek elnézést, de tényleg. Egyébként a hintapolitika az a Kállai miniszterelnök. A Kállai miniszterelnöknél szokták a hintapolitikát, de abban igaza van egyébként kivételesen a Robi. Egész Horthy ezt csinálta, az egész Horthy rendszer. Az egész Horthy rendszer, az így van, hol angolszáz, hol német, német, angolszáz, lalalala. Meg Olaszország felre próbáltak, mert abban másfajta, tehát abban egy másfajta fasizmust láttak, mint a náci fasizmus. Tehát ez más volt, mint a nemzeti szocializmus. Az korábban volt, akkor még Hitler nem is volt hatalmon. Olaszország, tulajdonképpen az olasz diplomácia volt az, amivel a Trianont követő elszigeteltségből a Bethlen kormányzat elsőként kitört. Hát az annyira örülök, amikor egyébként bólogattak a második világháborúnak ezek az ismerőjönek. Igen, megkapom a visszaigazolást azoktól, akik a tigris tankos modelleket építik reggeltől estig. És hogy hívják azt a stratégiai számítógépjátékot, ahol lehet háborúzgatni is. De van az a nagyon híres. Az egyik barátom az mindig a németekkel van, és fölgyújtja Moszkvát, meg mit tudom, bevonul New Yorkba. A másik barátom az meg mindig a szovjetekkel van. A retalert az olyan, hogy ma zajlana a második világháború. Nem. Ez egy klasszikus, nem teszem a neve, híres játék. Semmi baj. Föl lehet turbózni a csapatokat, és akkor lehet vonulgatni ide-oda. Van az idejé, vagy körök leosztott? Ez egy régi játék, egyszer én is játszottam vele. Én azt hiszem, hogy a Panzergenerál, azaz. Na, remek, kimondta. Megnyerted a Robit, úgyhogy gratulálok. Nagy reményű ifjú barátom. Szóval, várj, mi angol szász orientáció. Azért sok mindent, ne beszélj bele, Vida, majd kapsz mikrofont az utolsó 5 percben. Tehát, a 20-as évek, hallottál, akkor lepofázz minket a színpadról. A VG Hermann Otto sírjáról akarok mesélni. Jó, majd mindjárt. Legundorítóbb hermafrodita dolgokra nem vagyunk kíváncsiak. Tehát, minden személyiséget hallott-e valaki arról, hogy... Szóval a Lord Ratmer nevét ismeri-e valaki? Na, remek. Két pancergenerális ismeri. A pancergenerálisok tudják, ki volt Lord Ratmer. A Daily Mail-nek a tulajdonosa, aki egy ilyen nyugati angol sajtómágnás, aki cikkezett a revízió érdekében, mert valami miatt neki úgy szimpatikusak voltak a magyarok, tehát ilyen érzelmi alapon igazságtalannak tartotta a trianoni békét, és ez Magyarországra akkora
visszhangra talált, hogy voltak komoly támogatói, hogy ő legyen a király, mert Radmernek hívták, első Radomér néven. Tehát, hogy, és ez egy komoly, komoly, ugyanis a 20-as években, a fiát, bocsánat, nem őt, mert már idős ember volt, de egy igazi szivarozó angol izé volt, ilyen tipikus kapitalista, egy kinézetre. És abban az időben több ilyen olyan királypártiak voltak, szabad királyi választóknak nevezték, hogy ki legyen a király. Hortit is akarták királynak, ezt a szerencsétlen Ratmer Lordot is akarták királynak, akkor Habsburg Albertnek a fiát, az már, azok nem a szabad király választók, ők a legitimisták, akik a Habsburg, de volt a Cruy Chanel hercegeket, már állítok, Árpádházi leszármazottak, plusz volt bennük mindenféle vér. Tehát Magyarország, ezzel csak azt akarom érzékelni, hogy Magyarország iszonyatos, hogy olyan lelkileg is ilyen traumát szenvedett Trianonnál, mert egy nagyon zavart társadalom jött létre, és ez, hogy a 20-as éveket megnézzük, abból már megjósolható, hogy csak rábaszás lehetett. Bárhova állunk, de bárhova állunk, mert annyira gázol. Én nem is értem egyébként, hogy ilyen nagy formátumú politikusok, mint a Bethlen, akit mondom, utálok egy bizonyos szempontból, tehát tehetségét elismerem. Tehát, hogy ilyen nagy formátumú politikusok, azok hogy a picsába tudtak egy ilyen hihetetlen, ilyen banánköztársaság-szerű félbalkáni országba évekig itt egzisztálni. Tehát ez nekem... Azért más volt a 20-as évek Magyarországa, mint a 30-as évek Magyarországa. Egy Gömbös Gyula kormánya mindent megváltoztatott. A Gömbös Gyula kormánya után már arra a Magyarországra, aki a Bethlen Magyarországa volt, a Bethlen hídnek hiába volt nagy tekintélye, és hiába volt nagy befolyása a magyar politikára, nem volt ugyanaz az ország. A frankhamisítási per? Volt egy ilyen frankhamisítás. Abban a Bethlen is benne volt, az se volt egy izé. A Kossuth Lajosnak is vannak ilyen izé. És a frankhamisítási per, a frankhamisítás az hazafias tettnek számított, és az egyik fővádlott Windisch Grécz herceg volt, és Windisch Grécz, mint a magyar függetlenség. Egy Windisch Grécz herceg, aki a frankhamisítást kitalálta, és ő, mint magyar nemzeti hős. De hogy megváltozik pár évtized alatt a történelem? Csak ki kellett egyezni velük, ja. Szóval visszatérve, Robi, amit mondasz, a Gömbösre, azt tudod, hogy, hogy az általános titkos választójog az Gömböshöz fűződik, és a 8 általánost is ő próbálta. Persze ez később már, azt hiszem 40-ben vagy 41-ben van, 8 általános Magyarországon. De nem volt általános, nem a Komcsik találták ki. De nem volt általános titkos választójog. De ő addig nyílt szavazás. És onnantól kezdve és a gömbös volt, mert ő fasiszta volt, és a fasizmusban van egy ilyen népi, ilyen balos, ez a fölkis, tudod, ez a izé, és ezért a Gömbös volt az, aki kiterjesztette a választójogot. Ezt kevesen tudják. És a titkos szavazást is. Na most az érdekes, hogy ez az egész politika, ez egy reál politika volt. Nem úgy, mint a románoké. Ugye a románoktól a germánok elvették nem csak a magyar lakta területeket, hanem még 1 millió románt. Ilyenkor 0,65-tel kell osztani. Tehát, hogy egy... Igen. Hát... A gótok ebből is látszik, hogy az állatfarm az pontosan, tehát az Orwell állatfarmja az pontosan leírja azt, hogy hogyan vált a farm pontosan ugyanolyanná, mint a környező farmok. És eladták a lovat. A Szovjetuniónak ebben, igen. A lóhúsnak. Bandita lovat eladták. De nem, hogy a Szovjetuniónak a történelmi szerepéből, vagy a marxizmusból kiindulva nem lett volna szabad egy ilyen alkuban részt vennie. Nem lett volna szabad ezekkel paktálni a területekért, stb. Ez jól mutatja. Na minden esetre a románok azok elvesztették a területüknek egy jelentős részét, meg a lakosságuknak egy jelentős részét, és ennek ellenére a német szövetségben maradtak, míg mi megkaptuk. Tehát, hogy más kérdés, hogy ők sokkal ügyesebben és jobban ugrottak ki a háborúból, mint mi. De ha értitek, tehát az egy politika volt, amit mi folytattunk. Egy politika, ami csődöt mondott. Az, amit a románok folytattak, az nem volt politika.
kinyalták Hitler segít, úgyhogy Hitler elvette tőlük a székelyföldet, plusz a Partiumnak a nagy részét, plusz még 1 millió románt oda csatolt Magyarországhoz. És így vettek részt a második világháborúban. Na de mi van, ha abból a számításból... Ez miféle politika? Abból a számításból így van, hogy most befektetnek, és majd visszakapod a izét, érted? Tehát amit befektetsz, azt majd visszakapod kamatostul, mert úgyis a németek nyernek. Tehát ez volt a izé. Azon kívül kurvára fosott a román, ahogy egyébként mindenki, kurvára fostak a ruszkiktól, de kurvára. Tehát a német a kisebbik rossz volt. Tehát a ruszkiktól mindenki nagyon-nagyon-nagyon fosott. Tehát nem is véletlenül lássuk. Nem, egyébként így van. Na, szóval minden esetre majd azt ők megkapják valahol keleten. Tehát így most meg is kapták. Transnisztriát oda csatolták. Tudjátok, hol van Transnisztria? Az csak egy kis része ma már, Moldovától keletre ukrán terület. Tényleg a páncergenerálisokkal kéne egy ilyen kis külön ankétot tartanod. 9-től fél 10-ig, nem kell, tényleg. Nem kifejezetten ezekről a kérdésekről. Nem kell kompenzálni, hogy miért rúgtak ki a középiskolából, mert nem tudtad tanítani a történelmet, de mint első generációs diplomás, aki vidékről és cigány származású, tehát tőled még ez is nagyon nagy dolog, úgyhogy... Én a mulatos üzletágban ennek az egész középiskolának semmi hasznát nem. Igen, ezt így tudtuk mi is. Szóval az az igazság, hogy hogy a Hortinak a szerepe az teljesen irreális. Extrém és irreális. Már a Hortinak a megítélése. Tehát az egyik oldalon egy nácit torzítanak belőle, a másik oldalon meg egy ilyen nagy formátumú államférfi. Miközben szegény csak a 19. században ragadt le. Egyszerűen... Tehát egy tipikus 19. századi, ilyen Metternich idejében nevelkedett, ókonzervatív. Jó, maradjunk abban, hogy Ferenc József szárnysegédje maradt ő egész a haláláig 1957-ig. Tehát ő egy másik századból ide került. Azt tudod, Robi, azt kevesen tudják, hogy Eduard Benest, tehát a csehszlovák, az újonnan megalakult csehszlovák államnak az első miniszterelnökét, aki ugye korábban ilyen nagy cseh nacionalista volt, és egyébként Trianon körül ólálkodó ilyen politikusok egyike, Benest Horthy kihívta párbajra. Tanácsadói lebeszélték róla, hogy ez már a 20. században kibaszott ciki, mert ezt a királyok csinálták a középkorba. Tehát, hogy hagyjuk a népeink közt izét, intézzük el mi férfiasan, mint az államvezetői. Egyébként tudod, hogy a Horthy levágta volna, mert a Benes egy polgári politikusot, ilyen tanár úr, a Horthy meg ugye azért kurvára tudott vívni, meg lőni, meg tengerészein, de hát ilyen jó, hogy levágta volna előbb a fülét, aztán meg mit tudom én, tehát az ilyen pozitív. Na ez például az én szememben teljesen pozitív Horthyról, egy ilyen Don Quixote-i aktus. Mert én idealista vagyok. De jó, de ez mutatja azt, hogy mennyire semmi keresni valója nem volt a 20. században. És hogy ez az egész, az a kiugrási kísérletének az az ügyefogyottsága, az az elbaszottsága. Tehát az a fiával, ahogy zsarolták, szóval... És az, hogy meg lehetett zsarolni. Az egyik fiát oda baszta a keleti fronton, hogy halljon meg. A másikat, a Horthy Istvánt, a másikért. Az ifjú Horthy Miklós. Az ifjú Horthy Miklósért, viszont meg egy országot baszott oda. Azt tudjátok, az ifjú Horthy Miklóst a Skorzeny SS százados... egy szőnyeg szállodában, mint egy gangster filmben, szőnyegbe csavarva csempészték ki az országból, és azt hiszem, Dachauba vitték? Valamelyik németországi koncentrációs táborba. És akkor ott tartották őt, és akkor Horthy azért könnyörgött. És egyébként ugyanaz a kommandóra volt el a Horthynak a fiát, aki kiszabadította Mussolinit kiszabadította. Én úgy tudom, hogy egy szinkretista szektának lett a tagja, tehát az ifjú Horthy Miklós egy... Semmit ne jelentsünk ki anélkül, hogy nem kérdezzük meg a páncergenerálisokat. Egyébként ők a mi vezérkarunk. A Führer nem hoz döntés nélkülük, legalábbis tájékoztatja őket, és így azért kikéri a szakvéleményüket. Bár egyébként a Die Untergang című filmben, ami egyébként egy kiváló film, de azt mondja, hogy... A tábornokok a német nép söpredéke, ki kellett volna őket végeztetni, mint ahogy tette Sztálin.
Egyébként valahol szerintem respektáltak egymást. Tehát így, érted? Tehát így felnézett a két szakember. Tehát így a tömeggyilkos szakemberek, tehát így, így felmérték egymás kiváló képességeit. Az érdekes, hogy Stalin azért teljesen más pályán játszott ebben a tömeggyilkosság dologban, mint Hitler. Tehát Hitlertől nem kellett olyan módon rettenni. Jó, az utolsó napok azok már tényleg arról szóltak, hogy Fegelein! Hát, hogy mindenáron a sógorát kerítsék kézre, és öljék meg, még mielőtt ő megöli magát. Tehát így ez volt a politikája a birodalomnak akkor. Tehát, hogy a Führer sógora nem élheti túl a Führernek a kutyáját blondit. Tehát így ez volt a mindenáron. De azért korábban a Führertől, tehát hogy mondjam, Németországban azért voltak szabályok, és ezeknek a szabályok mentén kellett rettegni, vagy nem rettegni. A ruszkiknál nem lehetett jó fejnek lenni, ott nem lehettél jó fej, ott bármi hit, és Sztálin is lehettél, hogy az tényleg olyan volt, hogy így Sztálin elvtárssal megbeszélted, hogy minden rendben, és elindultál kifelé, de már az épületből nem jutottál ki. De a Sztálin elvtárs mondta, hogy nagyon meg vagyok elégedve, nagyon rendben van, gratulálok, és felterjesztem, és a pártközponti bizottsága is, és különben is, és hogy minden kurva fasza, és így kurva elégedetten elindultál kifelé, és az épületet soha életedben nem hagytad el. Orosz rulett. Igen, nem, tehát hogy ott nem lehetett, ott nem lehettél biztos semmiben. Azért, ahogy mondjam, a Hitler az egy, hogy mondjam, az egy ilyen koncepció mentén működött. Amely koncepció embertelen volt és borzalmas. A Sztálin az nem egy koncepció mentén. Koncepciótlanul. Koncepció nélkül működött, és ennél félelmetesebb terror nincs. Tehát a sztálini terror az elviselhetetlenebb lehetett, mint a hitleri. Mert a sztálini terror nem lehetett kiszámítani. Ott nem volt az, hogy képzeljük bele magunkat a Führer helyébe, a Führer fejébe. Mit gondol a Führer, hogy gondolkodik, mit vár el, és akkor ez alapján én tudom teljesíteni azt, amit a Führer elvár, és életben tudok maradni. Ez a harmadik birodalomban működött. A Szovjetunióban ez teljesen csődöt mondott. Tehát ott nem lehetett, nem tudtál úgy gondolkodni, ahogyan Sztálin, mert Sztálin mindig úgy gondolkodott, hogy ő úgy gondolja, hogy én úgy gondolom, és ő erre van. Paranoiának nevezik ezt egyébként a pszichiátriában. Ő erre számít, ezért lépem az ellenkezőjét. Hogy ne tudjon kiszámítani. Mert ha ki tud számítani, ma még azt fújja, amit én, holnap már a pozíciómra, a székemre, a helyemre tör. Tehát ha ő ki tud számítani engem, ma még teljesít, holnap már hátba döf. Tehát, hogy mondjam, Sztálin rettegett azoktól, akik teljesíteni tudják a saját elvárásait, mármint a sztálini elvárásokat. Mert akik teljesíteni tudják, azok a hatalmi kaszt részei, és mint a hatalmi kaszt részei veszélyeztetik az ő uralmát. Ő tudja, hiszen ő a Lenin hatalmi kasztjának volt a része, és így szerezte meg a hatalmat. És gyakorlatilag ő mindenkire gyanakodott, és mindenkiben az új Sztálint látta, kvázi, hogyha ez érthető. Ezért az is rábaszott, aki nem tudta teljesíteni, az is rábaszott, aki teljesíteni tudta. Tehát tulajdonképpen a Beria volt az egyetlen, aki nem volt veszélyben, hiszen a Beria volt a végrehajtó, tehát ő volt az ökle ennek. Ő is későn jött, az egy csomó embert kinyírt előtte. Egyébként Kaganovics, aki a sógora volt, tehát nem, volt egy-két ember, aki túlélte. Persze, hogy volt a Beriát. Beriát tudjátok, hogy nyírt. Volt egy csomó ember, aki túlélte, de az is random élte túl. Tehát ez a lényeg, hogy azok közül is bármikor meghalhatott volna, történetesen úgy alakult, hogy túlélte, de nincs ilyen logika, nincs egy kurva történész, aki el tudja magyarázni, hogy a Kaganovics az miért élte túl, vagy hogy miért élte túl a Molotov miért élte túl. Vagy hogy miért élte túl a Hruscsov? A Hruscsovról azt gondoljuk, hogy a Hruscsov azért élte túl. Van egy Sztálin című film, amiben látszik, hogy a Hruscsov volt az, akit a Sztálin így szeretett, mint a kutyáját. Olyan viszonyban volt. Szép kozáktáncokat járatott vele. Hruscsovnak nagyon rövid volt a láb, ilyen kurta láb, és mindig segre esett. Ezeknél az ilyen kozáktáncoknál, és ez vicces volt. Bevontáztak, és a Sztálin mondta azt, hogy Hruscsov, táncolj! És akkor így a Hruscsov így nem tudom,
főtitkár elvtárs, hát azért végig se. Igyál, Russzov! És akkor Russzovnak muszáj volt hinni, és az lett a vége a bulinak, hogy a Russzovnak táncolnia kellett, és akkor segre esett. És a Sztálin mindig nagyon jól érezte magát, és tulajdonképpen a Russzovnak ez volt ez volt az életbiztosítása, hogy viccesen esett segre, amikor bemaszva táncolt. De igazából ezért a Russzov minden jel szerint ezért maradt életben. De akkor így a Beria így összeírta, hogy kiket kéne, hogy ő személy szerint. De ez a lényeg a random, hogy sose tud, hogy miért. Tehát így sose ilyes. És akkor a Beria ezt így összeírta, így nézte Sztálin, és azt mondta, hogy Russzovot hagyjuk már meg, amúgy kurva vicces csáv. És így mindig kihúzta a Russzovnak a nevét. De így, igazából senki, tehát nincs történész, aki bazán. Azt ezt akartam mondani, Krausz Tamás írt egy kurva nagy monográfiát Sztálinról, ahol bebizonyítja, hogy azért voltak neki pozitív eredményei. Te mondtad Krauszról egyszer, hogy, izé, hogy nincs olyan náci Magyarországon, ahogy ő kommunista, vagy amilyen részben. De elég jó Tamás. És mik voltak a pozitívumai? Az, hogy legyőzte a Hitlert? Hát ezek a megiparosítás. Ja, a nehéz ipar. Igen, és hogy azért az a marxista forma hozzáillett az orosz néplélekhez, mert ez, stb. Egyébként. De a cárizmus is hozzáillett. Abszolút. De persze. Akkor azzal mi volt a gond? Hát az ment tovább, tehát persze. Hát igen. Jó, de ilyen alapon konzervatív is lehetne Krausz Tamás, és a cárizmust is éltethetné ugyanezzel az érveléssel, nem? Na, de hát nem. Hát azok reakciós szemétládák. Így van. Na, így már értjük azért a dolgot. Hát meg zsidó is, tudod, benne van ez a izé. Ja. Kosás a Führertől. Így van. Hajrá, meg a cártól. Hajrá, Sztálin. Meg a cártól. Hát a cár. Szóval az a lényeg, ha már visszatérve Hortira, hogy Horthy egy ilyen... Egy szentimentális figura volt. Igazából nem volt politikusnak való. Szerintem inkább szenilis volt, mint szentimentális. Nem, szentimentális volt. Szerintem szentimentális volt. És az volt a legnagyobb baj. És egy ilyen szentimentális figurából egyszerűen nem lesz jó politikus. Tehát az az igazság. A lényeg, hogy Horthy az egy nagyon-nagyon... tetovált ember volt. Igen. Volt egy sárkány tetoválása, még keleten szerezte. Ugye ő egy... Tulajdonképpen tényleg egy 19. századi faszi volt, tengerész, és beutazta a világot, és Indonéziában szerzett egy sárkány tetoválást, ami így a sárkány farkai kinyúlt a karjára, és akkor van olyan fénykép, ahol teniszezik, és látszik, hogy van egy ilyen nagy tetoválása neki. Ki hinné, fülbevalója nem volt, azért annyira nem volt. De azért szét volt varva a csávó. Szét volt, nagyon érdekes faszi volt, érdekes, azért leverte a kattarói lázadást. Jaj, és... Tényleg nem volt hozzá közel? Hoppácska a történetre! A pancergenerál kiigazít! Február 1-én volt a katarói matrózlázadás, Horthy Miklós meg február 27-én nevezték ki flotta parancsnoknak. Akkor ez csak egy legenda. Vérbeli pancergenerál! Tényleg a korszak ismerője! Pólában volt a Prinzhaigen csatahajónak volt a parancsnoka. Úgyhogy teljesen biztos. Pont azért lett ő a flotta parancsnok. A katarói matrózlázadás után leváltották, az uralkodó leváltotta az a flotta parancsnokot Nyegovánt, és Horthyt nevezte ki. Negyedik Károly. Nagyon köszönjük. De egy valamit jól csinálta Horthy, azt a kis ügyes, óvatos helyezkedést, amikor még dúlt a tanácsköztárság, meg totál káosz volt Budapesten, és akkor így ide-oda arra szólt a kis hadseregével. Hátba támadta a vörös hadsereget, amelyik éppen a felvidéket hódította vissza Magyarországnak. Összefogva a románokkal, tehát ugye Horthy a románok segítségével támadta hátba a vörös hadsereget, és itt történt meg az a pillanat, amikor döntenie kellett, hogy az osztályhovatartozás, vagy a nemzeti elkötelezettség a fontosabb. Ugye az egyik oldalon ott álltak a komcsik, akik magyarok voltak, másik oldalon meg ott álltak a burzsoáik, vagy hát inkább hívjuk úgy, hogy ilyen feudálék, akik viszont románok voltak, és Horthynak választania kellett. A magyart választja, tehát a nemzetet választja, vagy az osztályhovatartozást. És Horthy választott, és összefogott a románokkal. Ez történt, ezt talán kevesen tudjátok. Így a páncergenerál kivonul a diskurzusból. Nem prolik
kommunista, hanem volt hajlandó összefogni, hanem kommunista, ez a más. Nem prolikkal, de prolikkal ő bármikor összefog, az öntudatos prolikkal, akiknek saját ideológiájuk van, proli ideológiájuk, velük nem. Inkább akkor a románokkal. De öntudatos proli lehet akkor a másik. Tehát az EK például, az ESZÁ-nak a tagjai, hogy igen, hát jó, hát világos, világos. Csak, hogy mondj, én nekem, én még csak azt sem mondom, hogy Horthy ebben a helyzetben rosszul döntött. Én csak annyit mondok, hogy ez nem a magyar, tehát ez nem a második világháborúval kapcsolatos közös tudás része. Vagy nem a második, az első világháborút követő, az első világháborút követő, nem tudom én, a évekkel kapcsolatos közös tudásnak a része. Tehát ez nem egy a fajta afile közhely, amit így mindenki tud. Tehát mindenki úgy gondolja, hogy hogy Horthy az így mentette a menthetőt. Holott éppen történetesen Kumbéla volt az akkor, aki mentette a menthetőt. Ugyanilyen dilemma a királyság, tehát hogy egy ilyen feudális Magyarország letéteményese Horthy, aki a király nélküli királyságot vezeti, de azért annyira nem rajongott a királyság, és soha, hogy a saját hatalmáról lemondjon, és valaki királyjelöltek odaadja a saját kormányzói hatalmát. De ő odaadta volna szerintem, de Habsburgoknak nem. Tehát Habsburgnak odaadhatta volna egy másnak nem lett volna legitimitása. Főnemesnek. Másnak nem lett volna legitimitása. A Rákos mezején megválasztották volna, vagy a Duna jegén. Azt tudjátok, hogy Horthy azért nem lett király, hanem csak kormányzó volt, lett, vagy maradt, mert ő nem volt katolikus. És reformátusként csak kormány. És ő úgy gondolta, hogy Budapest nem ér meg egy misét. A bűnös város. Igen, a vörös rongyokba öltözött város nem ér meg egy misét. Minden esetre a Horthynak a szerepe, meg a Horthynak a megítélése, az teljesen torz mindkét oldalon. Hát a Horthy szobor fölállítása is egy kurva nagy tévedés, meg a Horthy szobornak a tojással dobálása, meg festékkel dobálása, meg korokkeresztel összefirkálása is egy kurva nagy tévedés. Hát azt látják, hát a Ronald Reagannek lehet szobra, ami egy rohadt nagy tévedés. Jó, hát ez tényleg az. De a Ronald Reagannek a szobra az a jó öreg hazai seggyalásnak abban a tradíciójába kurva jól beleillik. De a Horthy Miklósnak a szobra, az viszont megint tényleg azok az idők jönnek vissza, megint dübörögnek a bakancsok, megint indulnak a transportok. Tudjuk, hova mennek a transportok. Tudjuk, hova mennek. Ez egyszerűen beindult, tehát ez tényleg olyan, hogy beindul ez az antifasiszta mechanizmus, és egyszerűen így, mint a lentkerekes autó, bazd meg, így viszi magát így előre, ahogy mindig. Hát mert így történt, így jutottunk akkor oda, mindig, és most ennek nemet kell mondani soha többé. Tudjuk, hogy mindig így kezdődik el. Először egy szoborral. Szóval nézted a Hoffi 93 évvégi kabaréját, a rádió kabarét, amikor a Horthy újra temetésről beszél? Igen, ilyen emlékszem. Visszahúzták kétszer a koporsót, akkor a siker volt újra tapsolni. Háromszor, azt néztem. Jó, figyelj, szerintem ezt a Horthy dolgot, ezt kb. Kiveséztük. Tehát így a... Azért mondtam, hogy erről beszéljünk, közben végig történelem órát tartottunk, és megszégyenültél. Hát a diákok. Hát továbbá te is. Hát, jó, de én nem vagyok történelem tanár. Jó, hát igazad van. De neked, te vagy az. De neked az ókori Egyiptom a szakterületed, és soha életedben nem lehet téged Nabukodonozorral bazd meg zavarba hozni, igaz? De elmondhatod ezt. Az mezopotámia. 50 éves vagy. Az mezopotámia. 50 éves vagy. Ezt kellett volna mondani, még nem vagyok egyébként 50 éves. Tudom, jól tudom. Nem 50 éves. Még a 20-as éveidet éled, most volt a szülinapod, most volt a 29 éves, nem kell ennyire felvágni, de visszatérve, bazd meg elfelejtettem. Ja, megvan. Azért mondtam a Puzsérnak, nem azért történelem órát tartsunk, mert én azt hittem, hogy ő is föl fog figyelni, de hát már annyira tompa van, hogy semmire nem figyel. Hanem, hogy hogy most, ami történt a szoboravatásnál, azt mi szóról szóra megírtuk, még annak idején, amikor még írtunk blogot, az őseink csontján taposnak. Tehát megjósoltuk, hogy jön a választás, úgy fognak az ilyen balhék megszaporodni, hogy eltereljék a figyelmet az országnak a valós problémáiról.
És ez történik. Erről akartam volna egyébként beszélnem a Horthy intapolitikájáról. De akkor beszélj egy kicsit erről. De már megírtuk. Következő a lényeg. Ki olvast egyébként ezt a, annak innen ezt a blogbejegyzésünket? Emelje fel. Muszáj volt megkérdezni? Kurvára muszáj. Jó, ketten. Mert hogyha mindenki fölemelte volna a kezét, mindenki fölemelte volna a kezét. Robert és Szabot mindent, az utolsó sorig. Hogyha mindenki fölemelte volna a kezét, akkor nyilván a más témába vágok. Például a négy nap egy könyvelő életéből. Kiváló novella. Remek karakterekkel, de így azonban marad ez a téma. Tehát, ennek az volt a lényege, hogy amióta a rendszerváltás kitört Magyarországon, azóta az folyik, hogy reális, valós társadalmi, gazdasági és egyéb problémák helyett, vagy amellett, vagy annak kiegészítéseként, de mindenképpen a társadalmi viták, meg a szakmai viták, meg egyebeknek az elnyomása véget, nem biztos, hogy sokszor egyébként tudatosan, megtervezetten. Tehát itt most nem valami összeesküvés elméletet vázolok föl, de minden esetre azt vehetjük észre, hogy ezeknek a történelmi sebeknek a föltépése azt a funkciót, azt a feladatot látja el, lehet, hogy az automatizmusából eredően, tehát nem azért, mert ez valakik, eltervezik a Sándor palotába, mit tudom, Orbán Viktor kiadja a parancsot, most egy kis fasizmus, most egy kis kommunizmus, csak hogy az emberek ne beszéljenek arról, hogy a nemzeti, hogy hívják ezt a szart, ezt a mostani rendszer. Rezsicsökkentés. Rezsicsökkentés. A nemzeti együttműködés. Nemzeti rezsicsökkentés. A nemzeti rezsicsökkentés. Most éppen melyik iparágat adja oda a haveroknak, meg a klámba tartozóknak. Tehát nem erről van szó, de az biztos, hogy a történelmi sebeknek a föltépése, az Auschwitzozás, a holokausztozás, a trianonozás, a hortizás, a szálasizás, az összes többi, ez egy olyan, hogy is mondjam, egy olyan cirkusz, ami egyrészt pótcselekvés, másrészt pedig fölhevíti az indulatokat, mindenki ezzel van elfoglalva, kurva nagy érzelmeket szabadít föl, harmad, negyed generációk esetében is, akik nem élték meg a háborút, de már a szüleik se éltek a háború alatt, de mégis valahogy öröklődnek ezek a félelmek, meg ezek a sérelmek, meg ezek a gyűlöletek családon belül, vagy éppen bandán belül, vagy éppen ezt kapják az iskolába, vagy akárhol. A lényeg, hogy ezek a balhék torlaszolják el előttünk az utat, ezek a balhék azok, mi? A jövőben. A jövőben, így van. Ezek a balhék azok, amelyek, tulajdonképpen egy szemfényvesztés nap. Ez nem azt jelenti, hogy azok az emberek, akik kimennek balhézni, azoknak ne lenne valódi érzelmük, valódi félelmeik, és ők mind fizetett ügynökök lennének. Szó nincs róla. Egy csomó valódi olyan ember van, akinek a családja megszenvedte, egy csomó olyan ember van, akinek a családja nem szenvedte meg, de valahogy átvette ezeket a félelmeket, és osztja, és egy csomó olyan ember van, aki szimplán bolond. Tehát most, hogyha megnéztétek a, nem tudom, ki látta a 444-en erről az egész szoboravatásról ezt a kis videó összeállítást. Volt ott egy néni például, egy kis szemüveges néni, aki oda megy, hogy a maga arcvonása olyan zsidó és beférkőzött ide, és akkor a csávó... Vona Gábor maga is zsidó szerint. Az más, az a zsidó látó, akit te mondasz. Egyébként ráadásul a zsidó látó zsidónak néz ki, tehát ez most mindegy. Te vagy a zsidó látó! Te vagy a zsidó látó látó! Az igazi zsidó látó, mert a zsidó látó is megláttam a zsidót, így van. Na mindegy, egy olyan öreg néni, az mindegy, egy ilyen kis fémkeretes szemüveges, és mondja az arcvonása, hogy ide bejönnek, meg minden. És a csávó ahelyett, hogy az öreg néninek szétrúgta volna ott a valagát, amit az öreg néni egyébként megérdemelt volna, és aztán még így a fejét így betaposta volna a picsába, a szemüvegét levette volna, azt meg így a két szemét kinyomta volna vele, és az öreg nénnek egyenként eltörte volna a kezén az ujjait, aztán a lábán az összes ujjait, majd pedig a fejét befogta volna egy satuba, de nem dugta volna meg az öreg nénit, mint a bárányt a négy nap egy könyvelő életében második napján, nem, hanem mondjuk egy kalasnyikovot dugott volna föl vele, és az egész tárat beleengedte volna. Na ehelyett ez a jámbor ember, és ezért félelmetes Magyarország,
Ez a jámbor ember azt mondja, én vagyok a zsidó, hát tudja, ki keresztelte meg az én gyerekemet? Ifja Pegedűs Lóránt. És akkor már biztos nem zsidó, ugye? Na, ilyenek történnek, tehát elmebetegek özönlik el a tereket, ez a lényeg. Tehát a rendes ilyen pszichiátriára való kényszerzubonyba meg elektrosokkal való elmebetegek. Na, az a lényeg, hogy... És ők statisztálnak a politikusoknak, hogy ne reális, ne valódi dolgokról essék szó, hanem ezekről a fasságokról. Őseink csontjain taposnak, koncepciónak az és a lényege. És ezt írtuk meg, igen. Őseink csontjain taposnak, koncepciónak az a lényege, hogy szólhat a magyar politika reális kérdésekről, valódi kérdésekről. Mondjuk arról a kérdésről, hogy helyes-e a rezsicsökkentés, vagy helyes-e a nyugdíjemelés, vagy arról a kérdésről, hogy jogos-e a stadionépítés, bár szerintem ez már egy ilyen demagógia, ilyen lélegeztetőgép. Mert a stadion olyan kurva jó, tehát a stadion vicces. Na. Jó, mindegy. Tehát szólhatat, na mindegy. A lényeg az, hogy ezek viszonylag valódi kérdések. De szólhat ez az egész sztori, amit most itt játszunk. Ez szólhat a gulágról, kis tarcsáról, Auschwitzról, meg Dachauról. Tehát szólhat erről is. És ha erről szól, az jobb. Mert hogy összödi beszéd, vagy rezsicsökkentés, vagy stadionépítés, vagy bajai videó kiszivárgás, arra mondhatja egy átlagos ember, hogy szarom le ezt az egészet, elmentek a kurva anyátokba. De ilyesmit Auschwitzra, a gulág szigetekre már nem mondhatsz. Ilyet nem mondhatsz, hát így abból nem maradhatsz ki. És így vonnak be téged ebbe az egész bohózatba. Mert stadionnál fogva, meg rezsicsökkentésnél fogva, már nem olyan könnyű bevonni téged ebbe az egész mocskos bohózatba, de Auschwitzzal, meg Kistarcsával, meg Recskel, meg a gulággal, meg a Andrássy út 60-nal, meg nem tudom én ezekkel, viszont kurva jól be lehet vonni. Meg a Dunapartról Dunába lövéssel. Azzal lehet mozgósítani az embereket, és azzal lehet ebbe a szimbolikus térbe bevonni őket, minthogyha most újra dönthetnél. Tehát most újra játszhatod az 56-os forradalmat, és hogyha elmész szavazni, nyerünk. Most újra játszhatod a varsói gettólázadást, és hogyha eljössz szavazni, nyerünk. A történelem nem ismétli meg önmagát. Most újra, most itt a lehetőség, hogy fordítsunk a történelem kerekén. Egyszer és mindenkor, és minden kurva 4 évben ezt adják elő. Mintha, hogy a faszomba jön ide Horthy? Hogy a faszomba jön ide 2013-ban, ebbe a Magyarországba Horthy, hogy? És Solymosi Eszter, aki 1882-ben halt meg, és máig sláger téma, bazd meg. Tehát az már nem is Horthy, 1882, nem kellett volna a vérét belesütni a maszkba. A nem kellett volna levágni, és a pászkába besütni a vérét. Nem kellett volna, de a vérszobjuk. Az nem csillapszik. A keresztény ember iránt. Hát igen. Arra vagyok kíváncsi, hogy van-e... Más országban így működik-e a dolog? Tehát mely más európai országban van ez a jelenség, és ez a jelenség biztos, hogy megvan mindenhol, de hogy ennyire erős, hogy politika formáló, közélet formáló és közbeszéd formáló tényező lehet. Hát tudod, hogy sehol annyi zsidó nem maradt, mint nálunk. Tehát, hogy... De ez tényleg így most, bazd meg, ez tényleg így van egyébként. Tehát így sehol annyi zsidó nem maradt életben, mint nálunk, és ez most így, hogy mondjam, ez valahol a Horthy politikájának, tehát a Horthyt folyton azzal vádolják, hogy már Horthy idején zajlottak a deportálások. Tehát, hogy nem tényleg az ő idején zajlottak. Tényleg az ő idején zajlottak a deportálások. És hogy ő neki le kellett volna mondania. De vajon, ha lemondott volna, a magyarországi zsidóságnak az életesélyein az javított volna, vagy rontott volna? Ebből az aspektusból is meg kell vizsgálni a kérdést. És én azt gondolom, hogy az, hogy Magyarország most ebben a polgárháborús hisztériában van, az többek között azért van, mert egyszerűen van Magyarországon zsidóság. Nem is csak pusztán a zsidó, nem, de ez nem azt jelenti, hogy itt a zsidók azok, akik ezt a ramazurit csinálják,
a balipsi oldalon, hanem a zsidók és a zsidó érzelműek. Egyszerűen azáltal, hogy maradt egy zsidóság Magyarországon, azáltal a magyar társadalomnak jóformán a fele kvázi ilyen zsidó érzelmű. Tiszteletbeli holokausztól élők, fogalmazzak! Én értem, amit mondasz, de figyelj, ebből mindenki arra következtet, hogy akkor bárcsak ne élt volna túl itt, mit tudom, ennyi zsidó, mert akkor most nem lenne ez a mesterséges kettéosztottság, és nem lenne ez a műbali. Tudom, hogy nem ezt akartad mondani, de ez így hangzott. Nem, azt mondtam, hogy te tetted fel a költői kérdést, hogy vajon más országokban is így van ez? Én meg azt gondolom, hogy aligha, hiszen Lengyelországban mutatóba sem maradt egy zsidó, bazd meg! Tehát valószínűleg ott is vannak kádáristák, vagy helyi jaruzelszkisták. Tehát nyilván ott is ez megvan. De ez a holokauszt neurózis továbbélés, ehhez életben maradt zsidók kellenek, akiknek halott rokonai vannak. Tehát ez az egész neurózishoz egyszerűen kellenek a túlélők. És Lengyelországban ilyenek nincsenek, baszki. 3000 a 30 milliós országban. Na! Viszont Trianon trauma akkor is lenne. Igen. És vele együtt ez a szarság ugyanúgy lenne. Érted? Tehát ez a... Na az a lényeg, hogy az életben maradt zsidók, azok megszerveznek maguk körül, de nem tudatosan, hanem szociálisan, tehát nem szervezkednek, hanem egyszerűen megszerveződik körülöttük egy antifasiszta kulturális blokk, ha érthető. És ők azok, akik nagyon-nagyon érzékenyen rezonálnak az ilyen hortiszobor avatásokra, meg ilyenekre, meg turulavatásokra, meg ilyenekre. Mert egyszerűen túl érzékenyek, és ők így flashbackelnek folyamatosan ez olyan, mint egy éber rémálom. Tehát amikor így visszaidéződnek dolgok, amik akkor is voltak, amikor a borzalmak történtek, és akkor ez asszociatív viszonyban hoz egy csomó mindent, amit átéltek, és amitől rettegnek, és ami ellen így kapálóznak így tudat alatt. És ez bemozgatja őket, és ez aktivizálja őket, de ennek semmi köze a politikához. A mai Magyarországhoz végképp semmi köze. És az a lényeg, hogy a jelenlegi hatalmi kasztoknak, tehát inkább azt mondom, hogy a hatalmi kasztnak, a baloldalnak és a jobboldalnak egyaránt érdeke fenntartani ezt a megvédelek a gulágtól szavaz rám, megvédelek Auschwitztól szavaz rám állapotot. De lehet, hogy már Putyinnal megbeszélték, hogy tényleg indulnak Szibériába a transportok. Érted? Ezt nem tudod elképzelni? Nem. Oroszország egy demokrácia. Ez igaz. De most röhöghettek, de soha nem volt Oroszországban nagyobb demokrácia, mint most. Most lehetséges... Kurva fos és szar, de bassza meg! Nem Tániával kell összehasonlítani Oroszországot, hanem Oroszországgal, és ennél nem volt a jobb demokrácia soha. Soha nem volt közelebb a demokrácia. Igen. Soha, mindig is kevésbé volt demokratikus Oroszország, mint most. Jelcin alatt a oligarcháknak a szabadrablása zajlott, azt ne hívjuk demokráciának. Tehát ha az SZDSZ-nek van tévedése, van történelmi tévedése, akkor ez a felvetése. Az, hogy a Jelcin alatt demokrácia volt, de Putyin alatt vége lett.